A Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség elnöke, Szalókiné dr. Kis Katalin elmondta, hogy 2020 nagyon sok újdonságot hoz a nyugdíjas klubok és azok tagjai életébe. Fő céljuk, hogy egy generáció közötti kommunikációs hidat alakítsanak ki, aminek számos hosszú és rövid távú előnye lenne. Például a rossz állapotban lévő, család nélkül maradt, elhanyagolt idősekkel való kapcsolat fenntartása, életszínvonaluk javítása a fiatal lendület által. A családok részéről pedig azt az igényt szeretnék felébreszteni, hogyha egy segítségre szoruló, az emberi kapcsolatoktól elzárkózódó idős emberrel találkoznak, bármilyen formában, de segítsenek neki. 37 Kecskemét és környékén található klub nagyjából 2000 idős embert mozgósít olyan programokon keresztül, mint a sporttevékenységek, versmondás vagy a népdaléneklés. A Nyugdíjas Szövetség fő céljai között van a szórakozási lehetőségek biztosítása is a tagok számára. Idén is sokféle programból választhatnak a tagok, például a táncklub, különböző sportrendezvények, kirándulások vagy a disznótoros. A cél, hogy színvonalasabbá, élettel telibbé tegyék a nyugdíjasok mindennapjait.